fucking house down. Nos, hello mindenkinek, sziasztok, srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban. És hát most ebben a videóban igazából nem más lesz, mint most egy falus is napot fogunk tartani. Ugyanis most faluban lesz egy kis dolgunk, szépen farmázkodunk, és sejjük a napi dolgainkat. És igazából nagyon sok egyéb dolgot nem nagyon tudok mondani. Annyit, hogy egy kicsikét rég videóztam, szóval úgy kicsikét ki vagyok jövő szerintem a formámból, mert most igazából a mostani videók úgy voltak csinálva, hogy előre felvettünk egy pár videót, és ja, így intéztük el a dolgainkat. Szóval most egy kicsikét lehet, hogy nem annyira leszek benne így a nagyon videózós formámban, de igyekszem minél jobban visszakerülni, meg visszaesni a én szokásos kis, nem tudom, na, hogy mondjam ezt? Stílusomba, inkább így mondom. Szóval ja, mindegy, szedjük a cuccokat, szépen farmászkodunk, meg minden, és igyekszünk csinálni a dolgokat. Amúgy, nem azért mondom, de mert lett este, ez nem túl baráti, na mindegy. Szóval nem azért mondom, de történtek dolgok, például mi a? Mi? Ez mi? Srácok? Ez most mi? Ez mi, és az ott ki? Ne már. What? Mi történt? Miért van minden spongyabobból, meg izéből, meg falu, bedrockból, meg... Az ott ki a... Hallod? Te hallod, te ki vagy? Hallod? Figyelj már! Te ki vagy? Ahhoz semmi közöd? Biztos semmi közöm. Mi van? És eltűnt. Mi a? Srácok? És eltűnt mindenki. Ja nem, ott van még pár falus. Mi? Ez nem tudom, hogy mi volt, de ez... Uram, atyám. Jó, mindegy. Megpróbálom nem túlizélni, de nagyon remélem, hogy nem fogja ezt megint újra csinálni, meg ilyenek, de... jó, oké, mindegy, folytassuk a dolgunkat, hát reménykedünk benne, hogy nem lesz több ilyen. Na szóval, történtek olyan dolgok, hogy ugye elvileg én hamarosan tudtam volna live-olni, de konkrétan ugye jött a szolgáltató, hogy bekösse nekem a, vagy nálam az internetet, és az első alkalommal ugye az volt megbeszélve, hogy 12 órakor jönnek bekötni a netet, és ide jöttek reggel 9-re, szóval én akkor még nem voltam itthon. A második alkalommal pedig úgy volt, hogy 12-kor megint csak, de én meg akkor nem tudtam felkelni. Szóval nagyon jó, két alkalommal is elrontottam, és most én nem nagyon tudok még live-olni. Na mindegy. És hát igazából első alkalomkor nem én, hanem ők, de mindegy. Istenem. Most ez komoly, most ez lesz? Ez lesz egész videó alatt, te már? Haj. Miért kell lesz, és megint ott van a csávó? Hagyjál már békén! Úristen. Miért? Hallod, bro? Nem rossz volt, de húzd már innen. Ki vagy te? Menj már ide el! Ne csináld már, ezt te csinálod? Bocsi. De, wow. Na jó. Úristen, srácok. Na jó van, nekem nem. Nekem ez nagyon nem. Ez a falusi, ezt meg fogjuk ölni valahogy. De hogy öljük meg? Nincs cuccunk! Ha, kiégek. Hogyan öljen meg, srácok? Nincs egy semmi cuccom konkrétan. Aj. Nem tudom, hogy kovács nincs itt ebbe a faluba, vagy valami? Nem nagyon láttam. Aj, nem már. Még egy kovácsot tudtok nekem ide lerakni? Nem már! Semmi cuccot nem tudok itt konkrétan szerezni. Vágja ki fát? Hát nem tudom, most szedjem ki ezért a izét? Na jó van, valamennyi kis izét, cuccot megpróbálok innen kiszedni, de hát ezzel nem nagyon leszek előrébb konkrétan. Most szegény falus, most így szétbontom a házának a felét. Na mindegy, nem tudom, valamit megpróbálok össze tákvágyozni, de ne már, húzd már ide, nem hiszem el! Miért kell ezt csinálni, de tényleg? Ne, ez mi? Ez most mi? Mindjárt meghalok, srácok. Jó, nagyszerű. Mi volt ez? Hol? De... Haj, nagyon jó. Tényleg, istenem. Majj. Miért? Ez mi? Srácok? De most ez... Most mi van? De,
Haj, nem már! De... Hallod? Tűnj már ide, ne! Te... Istenem, nem hiszem el. Most komolyan miért kell ezt csinálod? Menj már innen, nem tudod, senki nem... És szétugráljon a tövényest. Menj már arrébb, te uram, atyám, de húzz innen el! Te... Senki nem kíváncsi rád ebben az egész faluban, mi a baj? Az, hogy buta vagy, miért jössz ide? Ki vagy te? Miért kell ezt csinálni? Miért kell ilyen gonosznak lenni? De komolyan, ki kérte, hogy te ide gyere és csináld ezt? Jó, szép volt, gratulálok, tényleg, büszke lehetsz magadra. Most az egész kőből van, jó így? Nagyon... Az igen. Gratulálok, tényleg nagyon ügyes vagy. Nagyon ügyes vagy, hogy meg tudod szegény ártatlan falusikat ölni. Remélem, hogy ez lesz veled is, azt nagyon-nagyon elhitted. Nagyon-nagyon beképzelt vagy, hallod? Gyere már legalább normálisan izén, figyelj! Figyelek. Én teljes mértékben itt vagyok és figyelek, mondjad. Mondjad, mit szeretnél, várjál. Van 5 percet, hogy felszerelkezz. Mi van? Hát éppen azt próbálom, hogy felszerelkezzek, de most elmegyek is, amikor legközelebb visszajövök. Akkor már nem kegyelmezek. Legalább adjál már valami dia cuccot, hallod? Ez így nem ér, nekem nincsen cuccom. Nekem semmi cuccom nincsen most itt a faluban konkrétan. Úgyhogy készülj fel a halálra. Nem már! Nem! Ne! Haj, Istenem, miért? Miért? Nem már? Mondom, legalább legyen egyenlő esélyünk, adjál cuccot! Mi ez? Sok sikert, hello. Hallod? Nem már! Legalább adjál már valami cuccot, de komolyan! Meg a falut alak is már legalább vissza, mert ez itt... Ja? Most komolyan? Most így komoly? Nagyon jó. Köszönöm szépen. Tényleg nagyon jó fej. Uram, atyám. Na jól van, srácok. Aj, mit csináljak? Mit csináljak? Nincsen semmi cuccom. Nem már. Aj, mit kell csinálnom? Na jól van, srácok. Valami, nem tudom. Valami falusi nem akar nekem adni valamit? Haló? Kérlek, valaki, meg akarom menteni a falut. Meg akarom menteni a falut, srácok. Valami falusi nem akar. Azt mondta, hogy nem tudom, én úgy látom, hogy le is léptek konkrétan a falusiak, mert nem nagyon látok itt senkit se. Szóval, hát tényleg nagyon jó. Háj, na jól van, együnk kaját, vagy valami, lehet nekünk is le kell lépni. Nem azért mondom, szerintem még van egy kis időnk, el kéne tűnünk innen minél gyorsabban, vagy valami mondjuk. Várjatok! Ja nem, ez csak sárga gyapja, azt hittem, hogy Lucky Block legalább. Pszt, hallod? Ezt ki mondta? Várjatok, erről jön a hang. Erről valaki mondott valamit, hogyha jól hallottam, ugye? Aha! Aha, ott van! Gyere, gyere! Uha! Hello! Szia! Mondjad! Szia, idegen! Hello! Hát már itt vagyok egy jó ideje a faluban, de ahogy látom, hogy nem nagyon találkoztunk. De hello! Szia! Üdv! Lehet, hogy szerencsém van, azt ad nekem cuccot. A falusiak nagy részét megölte ez a fenevad. Hát... ja, láttam, hogy jó pár falusinak sajnos meg kellett halnia. Én pedig végignéztem. Hát jó morbid vagy, nem azért mondom. Nem azért mondom, de ki jöhettél volna segíteni, vagy valami, na mindegy. Aj, de rakom ide a pókálókat, mert jobb betűtem, nincsen velük, hogy mit csináljak. Van egy kevéske búzám, répám, meg burgonyám, meg ilyenek. De ne aggódj, nem fog bántani téged. Hát de! Előbb mondtam, hogy van még kb. Még amúgy kb. Olyan jó egy vagy kettő percen van felkészülni, aztán kb. Meg fogok halni. Hallottam, mindent tudok. Na, hát akkor nagyon jó. Tessék, nem fog bántani engem. Tényleg, nekem meg van, nézd, egy ilyen jó kis kőkardom. Meg egy kőcsákányom. Mit kezdjek én ezzel, mondjad? Aj, Istenem. Tehát tényleg konkrétan semmi ötletem nincsen, srácok, mit tudnék én így csinálni. Ez igaz. Aj, nincs valami ötleted? Léci, a házamban találsz pár cuccot, amivel meg tudod magad védeni. Ó! Itt? Na! Jó, köszi! Jó, nagyszerű. Na, használd egészséggel. Hát, kösz! Jó, jó fej vagy. Jó van, mindegy. Akkor köszi, majd visszahozom, hogyha egyetlen túlélem meg ilyenek. Csá! És a közelebb jön, akkor győz le. És mikor legközelebb jön, ja igen. Jó, rendben. Csá, hello! Jó van, na, srácok. A dialset cuccunk megvan oldva. Sok sikert, köszi, köszi, köszi. A dialset kérdésünk megvan oldva, meg a cucc kérdésünk. De, aha, jön is, oké. Okay. Rendben van, akkor el is telt, ahogy látom az idő, és akkor hol lesz, vagy hol kire vártam? Én itt így megvártam, itt a falu szélén, itt tökéletes. Aha, igen, hát ez már jelzi, hogy jön a
kedves... A kedves srác, aki meg fog mindjárt halni. De miért pont lélek homok? Az lassít, akkor kimegyek erről a területről, vagy nem tudom, na mindegy. Hol vagy? Gyere már ide! Haló! Haló! Ne rejtőzz el, nem kell félni! Úgyis vége! Haló! Nem látom. Na jó van, srácok! Nem nagyon látom sehol se. Be kéne menni a faluba, vagy mi van? Haló! Mi az? Hol vagy? Gyere már ide! Hol vagy? Hol vagy? Ott van. Lol, ott van. Jól van. Na, csá! Cső! Mizu van! Haha, üdv! Csá! Na gyere! Na gyere! Nem érdekel, én most nem fogok várni! Mások is így szoktak rám támadni, hogy előbb ők véged! Hát, ezt nagyon-nagyon elhitted! Ezt nagyon-nagyon elhitted! Gyerünk! Gyerünk! Győzzük le! De miért kell íjazzod, hallod? Uram, atyám, na jól van! Ennyire béna ellenfelet még tényleg soha nem láttam! Nagyon... és magára dobja a méregpotit, gratulálok! Szép volt, szép volt, szép volt! Nagyon-nagyon szép munka! Uram, atyám, srácok, mennyire béna ellenfelünk van már azért tényleg. Na jó, vegyünk be azért még egy ópiamát. Jó, ez lesz szerintem az utolsó, többen nem fog kelleni. Ne, ha. Dehogy nem. Mert lesz egy győző, mert kiirtottad kb. A... jó van, király vagy, oké. Értem, tehát így vannak az 1v1-ek? Hát, kiégek, srácok. Teljesen kiégek. Miért van az, hogy az összes izé ellenfelünk ilyen... Bocsi a csúnya szóért, nem nagyon szoktam így beszélni, de csicska. Konkrétan, mondjuk ezt nem nevezném annyira csúnyának, de mindegy. Tehát konkrétan ilyenek, ilyen csicskák. Miért kell ezt csinálni, ha? Kiégek rajtatok. A te kedvedért kijöttem, hogy... Jajjaj, a te butaságaid miatt kijöttem konkrétan a jó modoromból. Amúgy tényleg, srácok, nem azért mondom, de szerintem nem lehet rám egy rossz szavatok se, mert konkrétan az elmúlt, nem tudom, 300-400 videómban meg live-omban szerintem egy káromkodást nem hallottatok tőlem, és ez azért, nem tudom, szerintem azért nem rosszból, de ja, ez szerintem eléggé szép eredmény ahhoz képest, hogy szerintem azért még egy ilyen videós azért lehet, hogy nem sok van, aki így ezt kibírja, na mindegy. Na gyerünk, jajaj, még egy kell, hogy ne halljunk meg, jó, oké. Jó, csak valahol jöjjük már meg! Meddig bírod még? Hallod? Én a helyben már meghallék. Na, gyerünk, jó! Easy, csá, hello, ennyi, csá, nyertünk, easy! Na mi az? Na így álljatok ki ellenem! Így izéljetek ki mindannyian ellenem, akik így idejöttök, aztán izéljetek itt a falumat. Szóval, srácok! Hát ennyi! Easy! Nem, nincs miről beszélni tényleg, le tudtuk győzni ezt a gonosz falusit. Nem tudom, hogy a falu az mikor akar úgy visszaépülni, vagy valami, mert... érdekes, hogy nem változott vissza, mert azt hittem, hogy ha megölöm ezt a falusit, akkor visszamennek a dolgok, vagy legalább valami. Na mindegy, hát srácok! Meg tudtuk győzni a falusit, meg minden, nyerni tudtunk, és ja, igazából ez azért volt amúgy csak, mert ti lájkoltátok a videót, szóval aki nem lájkolta volna, az most így még utólag is megteheti, elnézem. És srácok, hogy tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, ugye, és iratkozzatok fel a csatornámra, csekkoljatok le termékeimet, ami a leírás első sorában ott van, és ja, találkozunk közelebb, és köszi szépen, sziasztok!